Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, és mostanában azért nem volt videó, ugye, mert az elmúlt 3 napot tulajdonképpen végig streameltük, egész nap ment a stream, volt ott minden, mint a búcsúba még kakasos nyalóka is, úgyhogy többek között ezzel a játékkal is találkoztam, illetve streameltem ezt is, úgyhogy gondoltam ezt nektek is látnotok kell, hiszen iszonyat jó játék. A streameléssel kapcsolatban pár információ, ugye, horror esteket fogunk tartani minden második napon, azaz holnap lesz az első. 9-től 8, illetve 8-tól éjfélig fog tartani, a horror játékokkal fogunk játszani. Kicsit félve nézek, őszintén megvallva, mert hamar befittyen a sportszelet a bugyiba. Az ilyen játékokat nem nagyon bírom. Na de foglalkozzunk a mostani alannyal, ez nem más, mint ugye a Plants vs. Csirkeláb. Das ist Multiplier. Iszonyat jó, gyerekek, ez a játék. Olyan hangulatos, hogy tényleg kegyetlen. Biztos, hogy meg fogom venni. Próbáljátok ki, ti is le lehet tölteni egyébként Originen, és 72 órát lehet vele játszani, azt hiszem, hogy 72 óra letöltéstől számítva lehet próbálgatni. Baszott izgalmas játék. Ráadásul iszonyat vicces, úgyhogy mindenképpen össze fogok gerebézni annyi dellát rá. Na de, beszéljünk a játékról. Különböző kasztok vannak, ugye, skilleket is tudunk fejleszteni a karakterünknek. Most éppen a zombit fogjuk csapatni, ugye nézzük, van Engineer. Ez nálam egyáltalán nincs fejlesztve, nem vágom, hogy mit tud. Van ez a healer jellegű Jóska gyerek, és a Heavy, Das ist Heavy, elég combos. Ez az egyik kedvenc, de inkább ez a karakter, ami azt gondolom, hogy közel áll hozzám. Lehet rá skineket és kinézetet is nyerni. Na, hát csapassuk is, gyerekek. Várjátok, nézek még egy videó beállítást. Médiumon van. Hát azért csak fölveszik ultrára. Hagy szóljon. Na nézzük, srácok. Ugye látjátok, smoke-ot bírok dobni, avagy egy nagyot ugrani, és a hátamon lévő kolbásszal tudok lőni egy hatalmasat. Na, ott is van egy növényzet. Hopp, meg is van First Blood, gyerekek. Az mi a faszon? Ezt egy kis köcsön. Besmoke-oltunk, nagyon toljuk neki, gyerekek. Hát ez iszonyat izgalmas és nagyon hangulatos kis játék. Alig bírtam lerakni, gyerekek, azt, mikor streameltem. Alig bírtam abban, hogy megfejeli, nézzétek, amikor tölti a fegyvert, megfejeli, mint kezdő szöcske a harangvirágot, a fegyverét. Hopp, ott volt egy napraforgó. Föl van spotolva a csávó. Közben folyamatosan pofázok egyébként. Na már itt végig hallgatja egyébként valaki éppen, hogy videót, amit durrogok. Mi a fasz? Na várjatok. Nagyon kevés lof HP vagyunk, közben beállítom, hogy ne halljanak engem. Offolva van pedig. Hogy hallanak engem? Azt jutott, igen, közben dumálnak is. Ha várjatok, ez egy kurvára nem jó. Föléleszt minket a cimborra, látod milyen rendes gyerek? Csóri, hát most tartozok ennyivel, hogy én is fölélesztem. Föl lehet egymást éleszteni. Hú, de jó, hogy közben dumáltok, skacok. Bassza meg. Hát hogy a bánatos faszba kell kikapcsolni a hall, hogy halljatok? Oh, oh my god! Aknára léptünk, gyerekek. Na nézzük már meg azt az audiót. VoIP volume. Off. Nulla. Speaker. Stereo. Jó van. De nullán van ez most, nem? Most hallotok? Hát bassz meg! Hát ne ezzel kelljen már foglalkozni. A picsába. Pustotalk. Legyen pustotalk. Elvileg így most nem hallanak minket. Nagyszerű, jó van. Sikerül, gyerekek, megoldani a problémát. Közben én sem hallom őket.
That is good. Ugye ezeket a pontokat kell elfoglalnunk, de mint mondtam már, nektek különböző játékmódok vannak. Ott lesznek valahol a kis sunyik. Smoke! Gyerekek, tunk! Ezt tegyétek, gecik! Iii, itt van egy! Sovány malac vágtába, bemegyünk ide az épületbe. A növénykasztot is be fogom mutatni nektek, srácok, elvileg. Fölugrunk itt a tetőre, ott lesz egy kék, valahol itt van. Haj! Jaj! Ez az, kiszedtük, kiszedtük a gyereket. Nézzük, milyen a C, az a miénk? Nem a miénk, baszod. Beszmókolok, hogy ne tudjanak kiszedni. Csí! Gyertek már segíteni, baszod. Na megszereztük, megszereztük, miénk. This is good. Szétkapunk mindenkit, mint hülye gyerek a nápoit. Sovány malac vágta. Hopp, egy narancs kaktusz. Ó, a véged van, haver. Smoke-olok egyet. Hogy legyen majd hova bújni, meg gondolom itt lesznek. Nem, hol vannak? Itt heggeztem úgy valaki erősen, aha. Oh, oh no! Tchuuu! Hát és nem halt meg? Hogy nem halt meg, baszod? A kis napraforgó egyébként tud heggeszteni. Pedig föl akartam éleszteni ezt a csókát itt. Fölélesztelek, haver. Ó, oh, ó! Oh! Pusztulj már el, haver! Ennyi. Gyerekek, lehoztuk a meccset. A Phantom, ami vettünk az elején, az segített Phantom, ahogy denszel. Attack speed, meg minden. Jó, mondjuk baszott kevés életünk van. Skillünk sincs. Oh my gosh! Bevédtük, bevédtük a cuccost. Ezzel mit kell csinálni? Ugye a növények tudnak lerakni ilyen cserepes cuccokat. Ne, ne! Basszus! Micsoda hempája van, öcsém! Besírsz. Nagyon lecsón nézett ki. Hopp! Hát azért meghalnék a helyedbe. Smoke-olunk, gyerekek, megint smoke. Ez nem tudom mire való, de kiszedjük hát. Az az akna, figyeld! És nem halt bele a csóka, az hogy csinálta? A mocskos kaktusz egyébként olyan, mintha sniper lenne. Nagyon kevés HP-nk van. Itt most meg fogunk dögleni. Mi a fasz? Miért engem lő az a tőgyarcú? Hát ennyi. Ennyi, gyerekek. Hát nem sok van hátra a meccsből. Egy 10 percet a zombi. Ja, most menjünk másik kasztal. Na várjatok. De hülye vagyok, nem is figyeltem erre. Bemutassam. Hát amivel érdemes menni, az még a heavy jellegű dolog. A többi az számomra még egy nagy rejtély, de lehet, hogy több videó lesz belőle. Megvan, gyerekek. Ú, basszus. Azt hittem, hogy belerohadunk, de nem. Hát akkor még megyünk a kasztal egy ilyen... heavy cucc jelleggel, hogyha meg nem nyerjük meg addigra, remélem, hogy nem. Na, nézzük a heavy gyerekek, olyan, mintha egy babetta motorja hajtaná a fegyverét, körülbelül. All-Star.
A lövése pedig ilyen. És pont vége egyébként, ahogy... ahogy elkezdtünk hevízni. De nyertük, hoztuk a meccset. Na, elvileg most a növényekhez megpróbálok beállni, és akkor tudni fogok nektek mutatni egy olyat, hogy... hogy a növényeknél mi a pálya. A zombi kasztja nekem valahogy jobban tetszik egyébként. Mert a növények eléggé nokesz. Kicsit talán. Jobb a zombi. A meccsek között egyébként 50 másodpercet kell várni, és ezt nem értem, hogy miért. Különben, mert addig ilyen, el lehet menni ilyen goblin tanfolyamra, gyerekek, meg lehet tanulni akár goblinezni ezekben az 50 percek alatt, mindig csak egy kicsit, vagy nem tudom, és sapkát kötni, ilyenek. Tehát ezt az 50 másodpercet ezt nem nagyon tudom mire vélni, de hát itt van, úgyhogy meg kell várni. 20 másodperc van még hátra. Ugye, látjátok, 8-as szintű vagyok, elég ráfügtem, pedig nem is tudom, olyan 5 órája szedtem be a játékot, de már nagyon sokat toltam vele, a stream alatt is lejátszottam vele, vagy 4 órát. Na, ez viszont izgalmas lesz, ha minden igaz, a növényekhez bekerülünk, akkor ugye minden kasztnak van egy ilyen skill rendszere, és különböző skilleket tud eltolni, és a kaktusznál van ilyen légi támadás, a hagymával kell repülni. Az elég vicces része a dolognak, úgyhogy ezt fogjuk csapatni most. Elvileg. Oh, nice! Ugye itt tudunk lenni a Plants vs. Zombihoz méltó karakterekkel. Itt a kaktuszunk. És ugye, hogy kapunk rá skint, akkor más-más dolgokat, tehát máshogy lő a sima kaktusz, mint a narancsos. Na, nézzük is. Ugye tudunk aknát rakni a kaktuszunkkal, ami az egyes, azaz a pite jelleggel működik. A kettes a légi támadás, a hármas pedig egy ilyen barikád jelleg, ilyen fedezék. Na jó, itt földobjuk a drónt, gyerekek, hagyj veressük. Légi támadás on, szétbasszuk a levegőt. Hát azért nem szarra gurigázik, valljuk be. Igaz, nem sebez sokat, de ott is van a kill. Igen, hát egyébként egy lövés a hagymánk. Hopp, snipe. Hogy kapta a headit, ne! Te aljas. Gyerekek, itt egy szar került a palacsintába, ahogy látom. Ugye ledobunk ide egy ilyen barikádot, és akkor viszonylag fel. A kurva száját. Hát abba bele néztünk rendesen. Abba a rakétába. Szegény. Na, nézzük végig, akkor ugye van ilyen sima, amit már megszokhattunk. Erre van egy ilyen kék kinézete, már nézzük akkor. Ugye a hármassal ez nagyon gyorsan tud szaladni. Szúrjad neki! Öcsém, hát miből van az? Ó, gyerekek, hát osztjuk a damage-et 5000-rel. Azta! Micsoda trükk! Lerakott egy falat, ezt még nem is láttam egyébként. Hop-hop, barba trükk. Nézzük akkor a többi karaktert. Van ez... ez, hát ezzel nem szoktam játszani. Van a flowerünk, ami heal-el tulajdonképpen egy medic, és közben lő. Nézzük meg, azt mondom, hagyd szóljon. Ugye nincs nekem kifejlesztve minden skill-je. Úgyhogy ezek a napocskák nem tudom mire valók. Nem tudom mire lehet tudjuk őket használni. Oh no! 6 HP-val baszod. És igen, hogyha nem sebződsz egy ideig, akkor elkezdesz hílelődni magadtól. Hát nem sokat sebez egyébként a kis nokedling. Reloading. Hát hajj már, megbaszod! Azért.
Nem baj, legalább válthatunk, srácok. Ú, de szép. Gragas. Csange karakter. Na, kaktuszozzunk, gyerekek, mert az nekem a bejövős. Légitámadás. Hát igen, ennyi. Hogyha észrevesznek, akkor tulajdonképpen ennyi vagy. Hol van? No zumba, geco! Így de szét kaptak mindenki. Lehet hillelni a csapattársainkat, mert most nem biztos, hogy sikerülni fog. Ó, bazd meg! Széjjel szednek minket, gyerekek. Széjjel. Okosabban kell használni egyébként a légitámadást. Hoppá! Egyébként minden kill után kapunk asszisztot is, hogyha úgy alakul. Valami jó sniper spotot keresünk. Mi a fasz volt ez? Hogy honnan jött? De ne már! A gyerekek nagyon szétkapnak minket. Nézem közben, hogy honnan jöhetnek ezek a pacalarcúak, de... ott már be van spotolva. Ráküldjük a kis huncot, Jóskát. Na bazd! Szemed, mint a sasnak. Egyébként azt tetszik, hogyha így eltalálsz valakit, akkor... akkor így bólogat. Aszta! Egy igazi sniper zombi, gyerekek. Ki is fröccsent a... nem tudom mi. Ennyi, leszettük bosszúból, mert minket is így leszettek ennyi év után. Hát halljál már meg. Igen, láttam, hogy balról közben szednek minket, úgyhogy ott lapul valaki. Egy puszilgatni való gyíkarcú zombi. Hajj! Nem tudok healálni most, gyerekek, az a baj. Láttátok, miért bólogatott? Szerencsétlen. Hát ezt már nem tudjuk healálni. Halljál már meg, baszod. Öcsém, szétszednek minket, szana széjjel. Hát srácok, ez volt a Plants vs. Zombie. Tényleg csak ajánlani tudom a játékot, hihetetlen jó, és megunhatatlan. Legalábbis nekem nagyon bejön, nézzétek Hagyma Jóskát, hát ez iszonyat durva csávó. Egyszer eltaláltuk eddig, kétszer. Hol van? Valaki úgy nyomja ezekkel a drónokkal egyébként, hogy iszonyat. Ha hajj már meg, baszod! Majdnem nyertek. Igen, most se bírom abba hagyni, mint észrevettétek a játékot. De az is megunhatatlan game. Hopp! Ennyi, gyerekek, ennyi. Azt a kurva. Hát ez meglepett. Srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Garden Warfare. Úgyhogy, ha tehetitek, próbáljátok ki. Zsozé voltam, szevasztok. Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!